Vasarely Múzeumban Budapesten nyílt meg a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület, az OSZASZ, a Dolgok Konstellációi, Konstelláción Ender Dinge első kiállítása. A 10 művészt ebben a kiállításban a térről és a térben való gondolkodás hozza közös nevezőre. Mindegyikük speciális egyéni rendszerben dolgozik, de problémafelvetésük a térre koncentrál. A címben szereplő konstelláció együttállás arra is utal, hogy a művekben megmutatkozó sokféle felfogás egységet tud létrehozni. A kiállító művészek: Bálványos Levente, Benedek Barna, Martin Gervers, Ház Katalin, Martina Klein, Kumiko Kuracsi, Nagy Barbara, Rita Rolfing, Szíj Kamilla, Helga Weiss. A kurátor Szíj Kamilla, aki Ház Katalin segítségével tervezte meg a kiállítást. Ház Katalin vállalkozott, hogy körbevezet minket a kiállításon, de előbb kicsit felvezeti a kiállítás körülményeit is. 3 epizódban próbáljuk eligazítani a nézőt ezen tárlaton. Másodszorra elindulunk a kiállításon, és megnézzük, hogy ki milyen művekkel érkezett. Vagyunk a Vasarely Múzeumon a Dolgok Együttállása Konstellation Ender Dinge című kiállításon, amit német művészekkel együtt az OSZASZ középgenerációja, vagyis egy fiatalabb generációinak művésze csináltak. Magyar és német részről is 5-5 művész állít ki, és el fogom majd sorolni a művészek nevét, és hát most egy ilyen, ahogyan sok más kiállítás is, egy többszöri halasztás után végre sikerült megnyílni a 2021. júniusában, és most itt augusztusban vagyunk, úgyhogy nem sokára bezár a kiállítás. Itt rögtön elsőre, ahogy balra fordulunk, itt a Szíj Kamilla műve látható. Ez egy 4 darabos fadúc, aminek nagyon érdekes, mert a fadúc nyomat első hatásra, de tulajdonképpen ez egy szita kompozíció. Ebből a 4-ből van ez a sok variáció úgy van kombinálva, hogy tulajdonképpen bármilyen pozícióba ez a 4 motívum úgy tud összekapcsolódni, hogy nem is tudom hány variáció van matematikailag, de egy ilyen nagyon mozgalmas, szép hosszú kompozíciót ad ez a szitanyomat. Ott vannak az eredeti fadúcok, aminek alapján készült. Nagyon szép felülete van. És hogyha itt megyünk tovább, akkor itt vannak a Bálványos Leventének a reliefjei. Ennek a kiállításnak az volt az egyik felhívása, így egy megállapodása német-magyar részről, hogy valamilyen módon kapcsolódni kell a térhez, és egy picit, hát a Konstelláció című azért is került, így közös választás volt. A térbeli dolgoknak is valahogy az együttállása, a jelenlegi helyzet együttállása is, és az egymással a munkák együttállása is. Hát egy szerencsés pillanat kellett ahhoz, hogy ez megnyíljon, mert ezekben a mostani időkben. És itt Martin Gebersnek a munkája látható, az egyik német résztvevő. Nagyon-nagyon szép, finom szín különbségek vannak, egy térbeli, de egy igazán festői munka, és egészen más hatások jönnek ki, tehát ez valóban csak mozgásba lehet érzékelni ezt a munkát, mert itt egy egészen 180 fokot kell ahhoz megtenni, hogy így ezek a különböző színhatások megjelenjenek. És a német művészek ötlete alapján volt az is, hogy ne legyen nagyon bevilágítva mesterséges fénnyel a kiállítás, hanem inkább az ablakokból jövő természetes fény például ennél a munkánál nagyon fontos. Itt megint Bálványos Levente egy nagyobb méretű reliefje látható, és ugye én talált anyagokból hoz létre konstrukciókat,
ami felidézik a régi konstruktív érzést is, de valami egész más hangulat mégis ettől az újra használt anyagoktól. Egy nagyon mai gondolat van benne. Itt a német részről egy japán művésznő, Kumiko Kurachi munkája látható. Ő egy nagyon, nagyon érdekes minimalista művész, rendszerint feketével és fehérrel dolgozik, és kifejezetten az volt az izgalmas ennek a kiállításnak az építésében, hogy ezeket a paraván falakat is eltoltuk, és ez volt az első munka, amit föltettünk, mikor rendeztük a kiállítást, és ehhez kellett mindent igazítani, mert itt volt egy ilyen fontos, hogy egy ilyen átlós, diagonális dolog így kinyit a térre, és ezen a feketén és tulajdonképpen az átlátszón képen át lehet nézni. Úgyhogy itt ez volt az izgalmas, ez a közös kiállítás építés. Itt egy német művésznő, Martina Klein munkája látható. Ez is egy nagyon minimalista munka, és az is érdekes, hogy tulajdonképpen a Martin, akit az előbb néztünk, Martina is, Kumiko is festőként közelíti meg ezt a térbeli gondolkodást. Ők maguk festik. Ez egy variálható mű, és tulajdonképpen a kiállítás ideje alatt, és az volt a cél, hogy hetente változzanak ezeknek a kék vásznaknak a pozíciói, és akkor megvannak a variálhatóságnak így ki lehet emelni egy darabot, most óvatosan megfogom, és akkor különböző ilyen térbeli szituációk jönnek létre, hogy melyiket hova tesszük, különböző lehetőségek vannak. És tulajdonképpen a fénynek, a fény és a szín változásának ebben a monokrom felületben. Itt szintén a Kumikónak van egy nagyon szép kis pici plasztikája, ahol egy fa, derékszög és egy ilyen plexi háromszögnek a finom kis fényárnyék hatásai láthatóak. Itt Rita Rolfing, szintén a német részről egy kölni művésznő, aki nagyon finom ilyen színárnyalatokat és fénymodulálásokat ér el egy ilyen térbeli. Én azt mondanám, hogy ez is egy festői probléma, térbeli módon megfogalmazva. Ezzel a ilyen homokfújt hatású plexi, ahogy szinte egy ilyen furcsa dolog van, hogy nagyon rá akar fókuszálni az ember erre az élesre, amit tudja, hogy van, és csak egy pillanatról ott megjelenik mögötte. Hát ez is inkább ilyen minimalista munka. Itt szintén Kumiko Kurachinak van egy munkája, három részből álló, fekete-fehér és egy ilyen majdnem fehér, tört fehér. Nagyon finom kis fa elemekből van összeállítva. Itt is azt hiszem, hogy nagyon fontos a természetes fény, mert ez az ablakon keresztül jövő természetes fény, amiben ezeknek a színbeli és árnyékbeli
finomságoknak. Tényleg kijön ez a japános, keleties, ilyen megindító egyszerűség. Itt Szíkamillának egy nagyon szép ilyen rizszemes, ő nevezi rizszemeknek. Kamilla ugye a magyar részről a kiállítás kurátora, ezt csak úgy mellékesen megemlítem. Ez a kerámia munka, ez tulajdonképpen egy felnagyított motivuma ennek az ő rizszemes munkájának. És itt a sajátos ilyen rendszere van, hogy elindul középről, és akkor ezeket a hullámokat így több irányba felépíti ezekből a rizszemekből, és akkor ezeknek a kereszteződései, ahogy jönnek a rizszemek, így néha egészen bonyolult ilyen moiré effektus, és egy nagyon szép, egy ilyen végtelenül variálható kézi rendszer, aminek egy pontos rendszere van, de mégis lehet érezni, hogy ez a kézbeli finomság, ez nem egy ilyen komputer által felépített matematikai rendszer. Itt a térben, ha jövünk, ez a Helga Weiss, aki a német részről a kiállítás szervezője. Ő szintén egy kölni művész, és ő sokat járt Japánban, nagyon sokat fával dolgozik rendszerint, és nagyon-nagyon finoman megmunkált fával dolgozik. És ezek is többféleképpen variálható, egymásba fonódó egy ilyen hármas szerkezet, ami szintén azt mondanám, hogy minimalista elemekből van, és ebbe a térbe így speciálisan így tette le, de többféleképpen lehet. Itt a Rita Rolfingnak, aki plexivel és fémmel dolgozik, azt hiszem, hogy ez speciálisan is, vagyis nem speciálisan, mert itt ezen a kiállításon sok ilyen munka van, hogy ez reprodukción fotón egyszerűen nem tud úgy megjelenni, nagyon fontos a mozgás. Ez az elnyújtott perspektívikus élmény, ez tulajdonképpen csak ebbe, csak élőbe, csak a mozgásba látható, egy reprón ez egyszerűen nem tud megjelenni.